Na, Krisz, itt nagyon vigyázz, mert itt nagyon könnyen ki lehet sodródni. Ujjjj, itt azért már tolni kell neki. Gyerünk, padlógáz! Azt a milyen király izomautón van, azt a rohadt. Azt a rohadt, milyen király autón van! Látjátok, srácok? Náló, srácok, ez itt! A GTA 5 negyedik része, juhú! Elég régen volt már a harmadik rész, úgyhogy gondoltuk, hogy felveszünk egy újat, és csak beindítottuk a felvételt, kicsit baromkodunk, úgy, ahogy az eddigiekben is. Úgyhogy... Ja, igazából azért nem szoktunk felvenni részeket, mert most is körülbelül másfél órát szenvedtünk. Hát jó, másfél órát, nem egy órát, hogy valamit el tudjunk érni, be tudjunk lépni a játékba, és menjen. Ja. De te, Krisz, hova tűntél? De te hova tűntél? Miért mész? Hol vagy? Miért? De most kergetsz engem körbe-körbe. De miért kergetnének? Ott volt a rohadt nagy egyenes út. Hát hülye vagy. Miért kergetsz? Te vagy hülye. Jó, akkor menjünk egymásnak, és aki nyer, az a király. Oké. Jó. Na, ki nyer? Hé, lövöldözni nem ért a csicska. Drift. Ez az. Tokiói hajszak. Nem áll, tönkrement ez a Tokió autóm. Én ezt beviszem a Pay to Win-be. Vagy hogy hívják azt? Á, ne, viszket az orvos, nekem jön. LS Customs-be bemész. LS Customs. Na, gyere velem az LS Customs-be. Ne, ne, jó, várjál, ne, megyek, ne, 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 LS Customs-be. Megyek. Viszlek az LS Customs-be, jó van, nyugi. De most miért kell direkt tönkre tenni nekem a kocsimat? Hm? Mit? Nem teszek tönkre semmit. De nem már én ezt tudod, milyen ritka ez a kocsi, ez direkt meg akartam tartani. Szarok rendőrök, nézd meg, menjünk, menj már. Nem már, te fogyatékos barom, nem fogod fel, hogy ne csesz szét az autómat? Nyugi, megállítom a rendőröket előled. Hiya, megyek. De most né kellett itt széttörni ezt a fasz autót, olyan nyomi vagy. Hát, te akartál itt nagy erő összeméréseket csinálni. Én nem akartam, te mondtad. Jó, akkor menjünk egymásnak, és aki nyer, az a kéne. Oké. Na, megyek, feltuningolom ezt a kocsit. Anyát, meg lehet lejönni elé. Nem, már lassan, már, már úgy recseg a motor, hát se tudja, hogy hol vagyok. Még azért szágult, mint az őrület. Ezért is jó az a kocsi. Nincs is már body kit. A motor az még mindig működik. Na, mit csináljunk egyébként ebben a részben, Máté? Szerintem ebben a részben el kéne menni. És... őrült. Ja, arra gondoltam, hogy föl kéne menni a Mont Chiliad tetejére, mert én még nem is voltam fenn. De, már megint. Na, bejöttem az Imponte Phoenix Muscle autóval. Igen, és akkor... de szép. De gyönyörű. Én vagyok a legszebb. Jó napot, jó napot. Megjavítjuk. Látsz engem? Most benn vagyok a üzébe. Srácok, amíg a Máté csinálja a kocsiját... Azt a rohadt, ezt miért nem tudom megvenni, bakker? Elmondhatom, amit akarok. Srácok, amíg a Máté csinálja a kocsiját, mondjátok már el, hogy véletlenül ti nem tudtok valami taktikákat, hogy hogy lehet ebbe belépni ebbe a játékba. Mert egyszerűen tényleg nem lehet belépni. Ja, nem, elég nehéz, mert... A tiszta bug az egész, mindig kírogatja, hogy nem mentett beállításai vannak. Milyen nem mentett beállításai vannak, haver? Direkt elmentettem mindent, ne nézzél már hülyének. De nem értette meg, úgyhogy hát, nem tudtok valami. Nem csodálom, hogy nem értette meg. Jaj, most elfelejtettem, mit akartam, te sennyedék. Hello, hölgyem. Megcsináltam a kocsit, de csak repaireltem, meg ráraktam egy... osztorod, de húz! Várjál, én is bemegyek. Én is kicsit főtuningolom a Bernámat. Nyugi! Jó. Jó. Jó napot. Bevágolja magát. Na, míg a Krisztián feltuningolja a kocsiját, addig én körbe megyek, és megnézem, hogy mit bír ez a kocsi. Menjünk ki a drift. Azt a rohadt. Az a sivatagos vidékre menjünk ki szerintem, ahol a Trevor lakik, okay. Nem? Jössz velem? Persze, hogy megyek. Jó, akkor gyere, szállj be. Merre kell menni? Ja, de hát úgy, hogy megyek meg. Perce már az a szárral. Ide kéne kimenni. Húzza majd innen, hülye rendőr. Várja, Máté, figyeld, hogy lerendezem a rendőröket. Figyeld, figyeld. Meg ne ős. Ment egy... hülye barom, és bejön elém. Öld meg magad, mert így körregetni fognak. Hülye!
Anyám, a fejbelőtt shotgunnal. Na gyere, én itt parkolok, én semmit nem csináltam. Én ártatlan vagyok, rendőr, őr. De ne a Mancsiládra menjünk, hanem a vidékre. Az mi volt? Jó. Mi történt az? Ja, az nem is mellém te vagy. Gyere már, te fogyatékos. Azt hittem, hogy ez te vagy. Mit menekülsz? De most ha megint elkezdesz kergetgetni minket, bakke... Ne már, hogy szétlövik a kocsimat! Azért menjél már. Rám vonzod itt a rendőröket. Fodrász! Fodrász, az nem megyünk be? Ja, de minek úgyis kalap már rajtunk, nem? Ja. Na, hogy lehet le kéne venni majd a kalapot. Ja. Csinálunk egy hair reveal-t. Még nem is láttatok, srácok, hajunkat. De ne lassíts mellett a fej! Ez hülye. Ha szeretitek a GTA-t, akkor mindenféleképpen lájkoljátok ezt a videót, hogy lássuk. Ha nagyon sok like lesz rajta, akkor csinálunk hamar még. Mondjuk, ha egy olyan... Hát mit tudom én, ha... Mit mondjak, Máté, hány like? 3000? Ha 3000 like lesz ezen a videón, akkor csinálunk egy következő részt, az, amint eléri a 3000 like-ot. Hogyha egy nap alatt eléri a 3000 like-ot, akkor már jön is a következő rész, hogyha egy hét alatt, akkor egy hét alatt. Ja, ja. Jó? Bár elég szenvedés fölvenni ezeket a GTA videókat, de és pont a rendőrnek megyek neki. Igen. Meg hát írhatok tippeket is, mert fogalmunk sincs, hogy kell játszani ezzel a játékkal. Annyira mi ezeket a jobokat nem nagyon szeretjük csinálni, de... Inkább csak baromkodunk. Egyébként srácok, meglepően... Ez mi volt? Egyébként srácok, meglepően sokan nézitek ezeket a videókat, úgyhogy nagyon örülünk neki, bár mi szeretjük így felvenni meg minden, de elég nehézkes a folyamat, mert nagyon... Ője barom! Eszője! Miért támad ez meg? Megőrül, kedves uram! De ne már! Nyugi Máté! Ne! Föl ne robbansd! Majd te elhúztam! Most! Hogy kell? Ne már, te farok! Melyikkel kell? Reszállj már be! Melyikkel kell felrobbanni a sticky bombot? Mert ne a fas billentyűzetekkel játszani, nem fasz a kontrollerre. Nem, a kontrollerre játszom. Hát akkor nem az Y-nál, te nagyon gyöke. Ami így azok a irányítós gombok. Mi meg kell nyomni a irányítós gombok? Azok az irányos gombok, bazd, ami jobbal... Ja, igen. De te így tényleg hülye vagy? Hát már vagy 5 éve játszunk. Sőt, már vagy 8 éve játszunk ez a játékkal. Ott vannak balra. Mik? Azok a nagy izék, ilyen, azok a nagy antennák, amiből veszik a UFO adásokat. Nézzük már meg őket. Ja, az UFO adást. Mm-hmm. Ja, de jó lenne relázni ezeket a szarokat, basszus. De téged nem kergetnek, nem? De kergetnek. Igen. Hát, mert leráztam, csak véletlenül neki mentem egy rendőrnek. Ez és te meg sticky bombokat dobálsz. Azért menjünk ide föl. De nem már, mert eltűnik a kocsim. Nem már! Menj már föl! Menj már! Na. Az a... Ez már lövöldöz. De mi? Ezt nem hiszem el. Á, leestem! Várj! Hátba lő, sotival. Várj már, hogy melyik a kocsithoz, megmentem. Hol vagy? Addig maradj életben. Nem, itt vagyok a kocsinál. Gyere, jó. Fölveszlek. De hajj meg is a pont. Mi a szar? Jó, akkor maradj itt a kocsinál, én meg meghalok. Feláldozom az életem! Gyertek, köcsögök! Hello, én vagyok az, akit az előbb lelőttetek. Hú, de megijedt a rendőr, látod? Már megy is el. Új, jó, ez a lépcső, barátom. Milyen lépcső? Csak ide, ezt nem hiszem el. Ott Krisz! Van egy... Csss! Hallgasd! Máté! Hallgass! De most nem hallgatod, mert nem tudom felhangosítani, mert sokkal hangosabb a te... Máté, állj oda, hol a vérfolt van. Állj oda. Hol a vérfolt? Szóval, srácok! Na, odaáll. Jó, odaáll. Három... De már megint nem odaáll ez a hülye barom! Ez most kajak el. És elkezdenek miattad kergetni a rendőrök, te nagy barom. Te vagy a nagy barom, te nagy és majom. És kilövi a... Te vagy a barom. Nézzük már, mi az a kék.
Ez nem a red... Fú, és tönk! Merges vagyok! Anyátokat! Nincs más választásunk, be kell ugnunk egy rendőrautóba! Persze már nem akarok beleugrani, én az én kocsimmal akarok menni. Jó van, az szar csicska kocsi. Az nem csicska, az a világ legjobb kocsija. Jogi, lerázzuk a rendőröket. Srácok, írjatok amúgy izéket a kommentbe, írjatok tippeket, hogy... De miért? Srácok, a kommentbe írjatok egyébként tippeket, hogy mit csináljunk a játékba. Ha van valami jó tipp, akkor tudjuk csinálni a következő részben, de olyan tippeket írjatok, ami ilyen kreatív. De írjatok, amúgy már írtak egy csomót az előző részekhez. Igen, és mit írtak? Nem tudom, meg kell nézni. Ez hülye, miért nem nézted meg? Hát te megnézted, te mondod állandóan, hogy nézzük meg, nézzük, hogy ezért írjatok, akkor miért nem nézed meg, hülye? Hát jó van, na, hát most már olyan régen vettünk föl, ma se tudom, mi van. Ez nem olyan most kocsi. Nyugi, majd belejövünk, hogy csinálunk többet, hát hogyha meg lesz hamar 3000 like, srácok, akkor bizony. Jó sok GTA-ra számíthatom. Ja, na én szeretnék bemenni egy pay-end spraybe. Mindjárt jövök, Nyugi már. Jaj! Az közel volt. Mindjárt jövök, Máté, nyugi, megmentelek. Jó. Na. Hol vagy? Mit kell megmenteni? Nem kell megmenteni. Na jó, Krisz. Tudod mit? Mi az? Gyere, menjünk fel a Manchiliádra, jó? Ja, menjünk föl, ugor be hozzám, gyere. De én nem akarom itt hagyni ezt a faszakocsit. Nyugi. Jó, de nem most te hova tűntél már megint? Én kit körözök, lerázom a rendőröket. Jó, mindegy, addig én megyek, megcsinálom a kocsimat. Akkor megyünk a Manchiliád tetejére. Szétcsenzték a kocsimat a retkes zsernyákok. Ezt nem hagyhatjuk annyiban. Itt egy helikopter. Leszarod. Itt egy random helikopter. Igen, leszarod. Hát majd legközelebb jó lesz. Hogyha esetleg helikopterezni akarunk. De most az előző részben helikoptereztünk. Az nekem bőven elég volt. Uh-huh. Igen. Ez most leszáll a helikopter. Na verekedjünk, megnézzük, okay. Hogy ki az egy. Gyere, nézzük meg, ki az erősebb! Azt hitted mi? Én okosabb vagyok ennél. Nem, na gyere! Na gyere, nem mi van, mi? Nem, hogy bátor vagy. Dang, ez az! Ez az. Elég bátor vagy, hogy megküzdj velem! Mári, állj meg! Szállj le! Jó. Nem jól szálltam le, majd. Még egyszer megpróbálom. Második próbálkozás. Állj le, állítsd le teljesen. Állj, de nagyon nehéz, ez ilyen turista repülő. Ez nem olyan, nem olyan jó. Jó, most jó. Jó, állítsd le a motor. Nem hiszem, hogy le tudom állítani. Szállj ki. Oké, már is beszállok mellé. Jó. Ú, srácok, ez a legjobb jármű az egész játékban. A helikopter hátú teherautó. Készen állsz? Készen állsz, hogy elinduljunk a helikopterrel? De még mennyire készen állok? Ebből baj lesz az a dehében! Igen, probléma lesz, mi? Rohadj meg! Mit rázod itt? Igen, te rohadj meg, te rohadé! Igen, inkább te rohadj inkább meg! Inkább te rohadj meg! Inkább te rohadj te meg! Te rohadj meg! Te rohadj meg! Te rohadj meg, te rohadé! Ne rohadj meg, te már rohadt is vagy, hát nézd meg a pofádat, tiszta penész. Na, let's go! Mehetünk! Oj, oj! Nem esett le! Nem esett le a helikopter! Mi ez? Francba, ezt nem hiszem, ezt a szar helikopter! Hé, bebagolt a kamerám! Hé, a francnak hoztál ilyen szart ide! Széttöröm a francba! Ne. Menjünk fel a hegyre! Jó, menjünk fel a hegyre! Menjünk már ezzel! Ezzel a buggyval! Nem, hát kamionnal kell. Az az igazi jármű. Kamionnal. Kamionnal felé megyünk a Manchiliád tetejére. A hatalmas hegy tetejére. Kamionnal az igen, van ereje. Kamionnal feljutunk a Manchiliád tetejére. Legendás híresek leszünk. Igen. És mi lenne, ha én vezetnék? Akkor nagyon nagy baj lenne. Biztos? Akkor nagyon nagy baj lenne, te rohadé! Igen, a lenyolt hajaddal. Azt hiszem, hogy menő vagy, mi Haaland. Úgy nézek ki, mint a Haaland. El van törve az ujjam. Te rohadék, megölsz mindannyiunkat. Hát csak azt nézem, hogy hol tudunk elmenni. Hát nem a bozótba. Rohadj meg, hülye hegy.
francba! Tényleg, hogy el van törve az ujjam. Hol, hol vagyok? Nézd már a térképet, hogy jó felemegyek. Hát én nem tudom, hogy jó felemész, te tudod. Te vagy a sofőr. Ha én lennék a sofőr, én tudnék. Aha. Jó felemész, itt majd jobbra kell majd kanyarodni a következő útkereszteződésnél. Forszél táblákat fogsz látni a térképen, és meg tudsz venni garázsokat. Azokat kéne igen. vennünk. Srácok, szeretnék venni garást, mert akkor tudnék venni járműveket. Amúgy itt lehet is nézni járműveket. Mennyibe kerül a új garázs? Nem tudom, hogy mennyibe kerülhet egy garázs. Jó lenne, ha tudnám. Milyen jó járművek vannak. De király, zé. Hagyja már, Agent 14. Nem már leszakad a hit, te barom. De hogy szakad le ezt? Jó, ezt még jó szakemberek építették. Az igen, ez mi? Ez ilyen alagút, Getz. Azt a milyen... Mi a szar, van ilyen? Ezek szerint... Van ilyen a játékban. Ezt nem is tudtam. Ezt én is tudtam. De elég király minden esetre. Ja. Hé, hey, de ne, nem haladunk. Te viszont egy rohadék vagy! Te rohadék! Mindjárt megállok és bemutatok neked. Rohadék! 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 Haaland! Amúgy úgy nézek ki, mint a Haaland. Igen, te úgy nézek ki, mint aki egy rohadék. Rohadék. Jó, van, menjünk. Amúgy ez milyen teherautó, hogy ilyen rendes kormánya van és nem ilyen nagy. Ott megy fölfele egy út a monsignálnak. Ne! Menjünk fel. Ja igen, ott kell menni. Ez az. Na de léci, hadd vezessek én. Krisztián, túl akarod élni ezt az utat? Akkor add át a stafétapotot. Nyugi, sikerülni fog. Hú, hát ez remek, kösz. Elvég nem egy átlagos sofőrrel van dolgod. Hát, az igaz. Hanem Johnny Timber Tompival. Johnny Timber Tompi. Igen, na akkor add át. Úgyis unalmas fölmenni. Hogy a világbajnok vezeti fel az autót, nem? A világbajnokat látni akcióban. Ez legizgalmasabb dolog. Na menjél már, te szar. Hát az a baj, én nem ilyen kamionokhoz vagyok szokva. Kétszer ekkora lóerő van. Menjél már, akkor miért nem olyan kamiont hoztál, te nyomaranc? Hát, mert most nem tudtam gyorsan, csak ki kellett. Ez egy szar, várjál, hozzunk valami jó kamiont. Menjél vissza. Hozzunk valami jó kis faszállító kamiont. Oké. Okay. Azok ja, kemények. Azok nem ilyen csicska, big goods-ok. Ez biztos valami ilyen izét. Pejhet hát, szállít. Nagyon nagy izé, na, menjünk akkor lefele. Na ott lehetnek, ott nézd. Látod? Ott biztos vannak jó félék. De most nekik kezdett szakadni az eső, szerintem azt se tesz valami jót a izének. Na várjál. Lesznek jó kamionok, jó van. Nézzük meg, hogy itt lesznek-e jó kamionok. Mi ez? Jött a valak, várjál felugrom. Ugar fel. Oké, várjál, visz, előre megyek. Előre megyek hozzád. Megtámadott a vonat. Hogy meri? Hogy meri, az eredkes vonat, várj, elintézem. Elintézem, Krisz! Nyugi, basszut állok! Te köcsög! Elütöttél, mi? Ennyi vagy, te szemétláda! Ne! Hú, jó, felugrottam, vissza. Ez azért kemény mozdulat volt. Maradj ott rajta, Máté! Jaj! Nem, megráztam a fejem, jó volt. Semmi probléma, oké. Ugye nem estél le? Nem, csak egy kis tábla az utamba volt, de semmi baj. Na. Maradj ott! Oké, itt vagyok. Előre megyek, megállítom. Hol vagy? Előre mentem. Én meg elintéztem a sofőrt, mert gonosz volt és elütött. Johnny Timber Tompi nem hagyja, hogy hol mi vonatok. Elintézzék őt. De nem is ez volt a neved, mi volt a neved neked? Leszarom. Most az a neve, hogy Johnny Timber Tompi. Élvezzük a kilátást, rácok, bár most elég rossz, mert ilyen ködös esős idő van. Ujjjj, ugye ez nem fogja eltalálni a fejem. Azért az híja volt. Ajaj. Nyugi. Krisz. Ez nem Nyugi. Jó. Nem jó. Nyugi. Nem lesz semmi gond. Megállítottam ott a szállatot. Várj, leugrok. Jó. Rohadj meg. Oké, a francba és most itt maradtunk. Aj, Krisztián. Elrontottad.
Na gyere meg ki az útra! Szerezünk egy másik kamiont! Na, azt már hiába! Ez egy tökéletes dolog! Gyere! Érjük utol a kamiont! Jó, de most nem mondod, hogy meghaltál. Meghaltam. Ott a másik kamion! Itt is a harmadik! Itt is a harmadik! Itt is van! Haha, de béna vagy! Gyorsan beszállok a kamionba! Ez már betonkeverő kamion, ez már nem akármilyen. Na, szállj már be! Ne már! Jó, beszálltam. Jaj, ne! Beszálltam? Miért van ilyen őrültek háza itt? Beszálltál? Azért ez az autópálya. Gyorsan siess már! De ba... Szülje. Jó, hát sietnék. Na. Oké, na, mert... Oké, na, benn vagyunk. Na, de még egy dolgot el kell intéznem, Krisz. Még egy dolgot el kell intéznem. Te szarházi! Te semmi házi, azt sem tudod, hogy mi fánterem az, hogy kamion. És te azt hiszed, hogy te jobban vezeted a kamiont, mi te rohadék? Mi? Te szemétláda! Ne, leszakadt a fejem, vagy nem tudom mi van itt előttem. Miért? Nincs fegy. Miért rázod a fejed, mint hogyha valami jó zenét hallanál? Nem is megy semmi zene. De hogy nem, nekem megy. De jó neked, nekem nem mehet a zene, mert a YouTube letiltja a videót. Ja, légiget. Üsd azt a motorost, gyorsan! Anyát, hogy mersz itt motorozni? Jaj, mi valami beragadt a kerekek alá, jaj. Nézd ezt a szemét, láda, nézd a szemembe! Most mondd meg, hogy mi a helyzet, mi? Na jó, most már nem olyan nagy a szád, mi csicska? Hát, rajd meg te, te senki ázis, Johnny Stimper Stompy! Milyen orrod van neked, hogy nézel te ki, mi? Timpetom. Megölsz minket! Mindannyiunkat! De hogy öllek! Ez most már szar is lesz a kamion. Itt van ez! Itt van szállító kamion! Milyen szállító? Csarlatán. Ja, de ebben van tarlalék! Ott van mögötted még egy. Várjál, menjünk külön kamionokkal, hogy jobb esélyünk van fölmenni. Hát marára. Hát jobb esélyünk van, mert hogyha te esetleg elbuksz, akkor lehet, hogy nekem sikerül. Jó, de gyere utánam, én elindulok, mert itt van a tulajdonos. Aztán itt próbál zaklatni. De ja, amúgy tudod, mit kell csinálni? Be kéne menni a pay-end spraybe. És... De ezeket nem lehet feltuningolni. Szerintem föl lehet. Gyere utánam. Oké. Okay. Jaj, ne elkezdtek rendőrni a körgetők. Nem húzzam anyámban. Egészségedre. Köszönöm, köszönöm. Há, én érek oda előbb, HB-na. Á, vehicle cannot be modified. Ja, tudtam én. Na mindegy, akkor felmegyünk így. Rá, hülye motoros, azt hiszed, hogy kemény vagy, mi? Ez tök jól néz ki ez a kamion amúgy, nekem tökre tetszik. Ez kedvenc kamionom. Ja, nekem is. Nem gondoltam volna, hogy valaha lesz kedvenc kamionom, de mostantól van. Szavasz. Ja. Hol kell itt fölmenni, fasz a helyem? Gyere utána, én tudom. Átugodtam. Aztán hogy menjek utána, de beleugratsz a gödörbe? Hát ne gyere be a gödörbe, csak túl gyorsan jöttem. Nem tudtam kanyarodni. Hova mész? Hát ki? Ó, na ennek már van kaparási képessége, uram. Hogy lehet sok pénzt szerezni, srácok, hogy tudjunk ilyen fasz cuccokat venni csak ilyen bankrablással? Vagy lehet, van valami más? Módja, hogy jó cuccokat szerezzünk. Remélem van. Szerintem van. Ja, ezt itt mögöttem? Ez az dupla kamionos manőver. Tisztük föl a földet a Monchiliádra, mert nem elég magas még. Ja. Még kicsit építeni kell. Kicsit még kell magasságán. Na, Krisz, itt nagyon vigyázz, mert itt nagyon könnyen ki lehet sodródni. Ujjjj, itt azért már tolni kell neki. Gyerünk, padlógáz! Gyerünk! Oda kell lépni. Oda kell lépni. Kész, végem van. Nem megy. Nem megy. Nem, várja, meg kell van begurítani. Ne. Jaj, véletlen megnyomtam a féket, de az most nem fékként funkcionál. Ezt nem hiszem el. Várjatok, még egy kis, jó kis lendületmanővert megpróbálok. Nem, sodródok túl gyorsan. Azaz megállít a fa. Ja, még a fa sem állít meg, de jó. Hogy tudnánk itt fölmenni? Ezt nem mondod, hogy a legtetején megállsz, te szenny? Na, gyerünk, még egy próba. Rohadj meg, te szartragacs! Miért ilyen szartragast adnak ilyen kemény munkához, hogy föl kell vinni a földet a tetejére? Ja. Ú, kösz! Várj, csak ott szálljuk be! De miért akarsz beszállni? Jó. Á! Azaz.
Most talán tudunk... El tudunk innen mozdulni? Ez az! Ah! Nem lehet ezekkel felmenni, Chris. Álmunkat el kell vetni. Indulj már, te szar! Egybe van még a kamionod? Egybe van? Egybe van. Tökéletes állapotban van. Csak tökéletes állapotban is egy szar! Azaz! És itt újra lendületet kell venni és elindulni? Azaz, egész jó lendületünk van? Félúton megállunk. Ugye bízol Tony Tumpermak képességeiben. Tony? Most már Tony? Eddig is Tony Tumpermak voltam. Eddig na. Johnny Jumpermak voltam, hogy mi a lószár. Jöjj, Máté! Nyomd! Abba az egészen megy. Tony Tumpermak, segít neked! De ne oda megy már, bazd meg! De várj, rá kell kanyarodni, öregem! Hát itt kizár dolog, hogy feltolsz. Nem kizár dolog, nyugi. Megállunk. Menj! Tolod? Nyomom. A francba! Visszalakadt a páromba! Ez mind miattad van! Ide egy erősebb autó kell. Ja, még hozzá ez. Jó van, sajnos kamionnal nem tudunk felmenni. Hát kamionnal nem. Sima kocsival még mindig fel tudunk menni. Amúgy menjünk már fel ezzel. Ne ezzel. Menj ki az útra. Máté, nagyon felborult a kocsinak a balansz, hogy beültél. Nem tudom így irányítani. Hát pedig ilyen trükköket biztos nem csináltál nélkül, hogy benn vagyok. Várj itt egy Hammer, miért nem megyek? Megyünk ezekkel? Hammer? Hát nem tudom. Hú, de sötét van. Még itt kikapcsolta a villany. Megérkeztem. Szállj már be, hadd menjek már addig. Benny on original. Szállj már be! Jó van, hova? Szállj be! Szállj be. Hé, rávászott a kocsimra az a párom! Jó, mehetünk. Igen, mehetünk Haaland. Rahagyj meg! Rahagyj meg te! Élek! Rahagyj meg te a szemét! Ezt hülye megöl minket. Dehogy ölünk. Dehogy öllek. Ez csupán az képzeletet szülemény, hogy én meg akarlak ölni. Semmilyen szándékom nincs. Jön állandóan a banktól üzenetem jön, azt mondja, olyan fontos ember vagyok amúgy. A GTA-ban? Igen. Ja, azt hittem már valóságban. A valóságban nem. Ezt most nem mondod, hogy ez is megáll, mert széthúgyom a létezést. Azt a rohadt milyen meredekek! Lendületet kell venni, és... Ne! Megfordult a kocsi, és nem vettem észre. Gyerünk, kicsi kocsi. Menjél! Azaz! Ott egy ejtőernyő. Ajtó. Húzzá már innen. Szállj be, mert egyszer elindulok, akkor nincs megállás. Itt amúgy a quaddal olyan egyszerű volt feljönni. Azt a rohadtá! Hát ezt izével lehetett. Kamionnal. Kellene valami bevétel. Igen, és azt akkor... mondom, hogy azért kérdeztem a srácokat, hogy lehet pénzt keresni így ebben a GTA Online-ban, mert ott hát igen, keres, tudnak az érdekelne, mert... Ilyen bankrablásokat nem akarok csinálni. Az túl stresszes. Nem lehet valahogy máshogy. Ja, nekem is jön a bank üzenet. Fönn vagyunk, ez az! Nem is hiszem el. Nem, aki erről fölére kirátor, az a király. Ez az, én meg király. Juhú, kigondolta valami, hogy lesz király. Ez az, $1 lehet nézelődni. Halló? És te volt az $1-ban. Nem nézelődte egy személy. Miattad elszódott az $1-ban. Igen, azt hiszed, hogy megmenekülsz. Ne, meghalok. Gyere vissza, te mocsak. Gyere vissza, ne menekülj! Okay, egy dolcsi gyorsan. Hú, de jó néz ki a város. Igen, jó néz ki a város, barátom, igen. Jó néz ki a város! Én is megnézem a várost, ha már te is megnézted. Az $1. Hát jó, én nem tudtam rendesen megnézni, mert megöltéltem. Fogyatékos. Ott azt a rohadt, de jól néz ki a város.
Miattad nem tudtam megnézni azt a rohadt várost. Áó! Miattad nem tudtam ez a gonosz szívtelen! Várost! Jó napot! Hogy tetszik ma lenni? Eléggé mérgesen. Ne! Áó! Álljon le, uram! Nyugalom! Csak. Jól nézett ki, hogy belelőttem az éve? Aha, elég jól nézett ki. Ne! Tönkrement. Tönkrement az éve? Aha. Mi bajom van? Láttad, hogy mi bajom volt? Mi bajod volt? Az volt a bajom, hogy te szemét! Egy utolsó feladatunk maradt hátra. Mégpedig az, hogy leugorjunk. Úgyhogy gyerünk, tegyük meg ezt a nehéz lépést. Mert... gyerünk! Jaj, semmit nem ért ki. Jaj, ne! És meghalok, ezt nem hiszem el. Ez voltam a jó parasúte.